kávéházi randevút látják, nagy szeretettel köszöntöm Önöket, és ugyanilyen nagy szeretettel köszöntöm kedves vendégemet, beszélgető társamat, így a következő szűk fél órában, Kovács Aliszt. Szia! Majdnem azt mondtam, hogy Kovács, megint majdnem kiszaladt, hogy Paksról, Kovács Aliszt Paksról, mert egyébként beszélgettünk rólad az ismerősökkel, meg így a tévés ex-kollégákkal, és akkor, hogy a leányzó paksi, nem, ugye mondtad, hogy tolnai vagy, de aztán mondtad, hogy már Gárdonyban élsz, de azért eredetileg tolnai származású vagy, akkor ezt tisztázhatjuk. És akkor kezdjük is az alapoknál Tolnán. Énekesnő vagy, és több minden is adta a beszélgetés apropóját. Nemrég fölléptetek az egyik zenekaroddal, az Electric Soul-al itt Szekszárdon a szekszárdi születinapokon. Aztán végül is hosszas tervezgetés után tudtuk összehozni ezt az interjút úgy, hogy ma lejöttél Szekszárdra, egy órák múlva kezdődő koncerted előtt, de menjünk szépen sorba. Pörög a bolt, ha fogalmazhatok ilyen nyersen, akkor koncert-koncert hátán, na de honnan jött az életedbe a zene? Hű, hát kérlek szépen, a zene az igazából mióta megszülettem anyukám és apukám, így folyamatosan zenében nőttünk fel a... Köszönjük szépen! Zenében nőttem fel a nővéremmel, és... Mindig szólt nálunk otthon a zene, de szerintem nem mondom, hogy a legtöbb háztartásban, de biztosan nagyon sok háztartásban van az, hogy folyamatosan szól a zene, és mégsem volt másképp. És hát én megszállottja voltam a musicaleknek. Én nagyon-nagyon szerettem a Rómeó és Júlia, meg volt DVD-n anyáiknak, és hát folyamatosan mindig két naponta kellett nekem ezt lejátszani, és akkor utána én azt előről az egészet elmondtam, eljátszottam nekik, mert ez annyira... Ez a 2005 környékén járunk, ugye, amikor a Rómeó és Júlia musical úgy visszatér, vagy úgy megint belobban. Igen. És akkor igazából innen kezdődött, hogy amúgy is én nagyon eleven kis gyerkőc voltam, és meg voltam őrülve így a rock zenéért, a mindenféle zenéért, és akkor, hogy én gitározni fogok. Anyukám mindig ezt szoktam mesélni, hogyha elmegyünk valamerre, hogy ó, hát én amikor kicsi gyerek voltam, úgy keltem fel, hogy léggitároztam, és énekeltem az AC/DC Highway to Hell-t. Tényleg? Igen. De egyébként most tudod, mit akartam? Pont ezt akartam mondani, hogy most így elképzelem a cuki kis Aliszkától, hogy fölkel, Rómeó és Júlia, jaj, Mon Ami, meg Love Me Tender, és akkor mellette Highway to Hell, akkor ezek szerint eltaláltam volna. Igen, igen. Már akkor is mindenféle műfaj érdekelt, és akkor is már az volt, hogy mindent is szerettem, úgyhogy innen kezdődött, és akkor körülbelül, hogy is volt, 7 éves születésnapom, talán igen, a 7-et ünnepeltem éppen, és anyukám megtalálta Cseke Klárit, ott Pakson, aki akkor még csak süni gyerek kuckót csinálta, és ilyen gyerek dalokat, meg hogy is, süni zenét tartott, igen, és akkor mondta az ötletét, hogy ő majd egy év múlva szeretne egy ilyen énekstúdiót alapítani, és akkor jött az, hogy hát 8 éves kortól, viszont hogy én pont most vagyok 2 éves, és hogy én mehetnék-e, mert hogy olyan nagy szeretettel vagyok a zene fele, a zene iránt, és hogy meghallgatná engem. És akkor innen jött az, hogy Kláriékhoz elmentem, felvettek abba a kis zenestúdióba, és akkor innen kezdődött az egész. És akkor tudod, ez 8 éves korodban volt. Igen, még nem töltöttem be a 8-at. És akkor ezért jelentette egyet Pakssal. Gondolom ezért a szociálosokon adja, akkor Kovács Aliszt Paks. Hát meg ott nőttem fel. Én Pakson nőttem fel. Igazából pár éve költöztek el szüleim onnan. Úgyhogy így vagyok paksi leányzó. És akkor hát volt először Tinnitusik, aztán a Queen Studio, így a Cseke Klári által, és akkor ő szerzett tudomást a Bodajki Hangszintér iskoláról, középiskoláról, és én meg voltam őrülve, hogy én zenei középiskolába szeretnék tovább menni, és akkor elmentem oda, felvettek, 5 évet ott voltam, és akkor így a jazz szerelmese is lettem, úgyhogy így a jazz felé is húz a szívem. Az alatt 13 éves koromba elkerültem az első zenekaromba, ott Pakson, és akkor onnan a dobos átvitt egy másik zenekarba, a basszusgitáros megint egy másikba, az volt az Electric Soul és a Walking Mama, akikkel azóta is csinálom és űzzük az ipart.
elnézést a hosszú őért, ez az elnézést, ez főleg a kedves nézőknek szól, de most ugye én a reflexből rá kellene kérdeznem arra, hogy a 13 éves korodban volt az első bandád, vagy az első bandáid, ahogy hallom, nem kérdezem meg nyilván, hogy hány éves vagy, de akkor hát masszívan szerintem legalább 10 éve a színpadon állhatsz, jól számolok? Hát a zenekarokkal nem, 21 éves vagyok. Jaj, köszönjük szépen. Kedves nézők nevében is kiderült, igen, nem nekem kellett rákérdeznem, igen. És hát ugye 8 éves koromban, amikor elkerültem a Klárihoz, onnantól mindig mindenféle falunapokra vitt minket, tehetségkutatókba is vitt minket, meg városnapok, ilyen helyeken is fel tudtunk lépni, úgyhogy már azóta igazából a színpadon tevékenykedek, meg én tűzvirágos is voltam, úgyhogy tűzvirág által is színpadon tevékenykedek. Igen, ha már paksok, akkor tűzvirág nem maradhat ki, így van. Mikor érzi, vagy nem is tudom, hogy kérdezzem meg, hogy hogyan érzi azt az ember, oké, szereted a zenét, léggitározva ébredsz, Rómeós Júliára fekszel. Aztán eljön az a szint, amikor ugye a szülők is látják, hogy van benned tehetség. Tehát amikor majdnem kilépünk a fürdőszobából, bemegyünk a nappaliba. Ugye ott még minden szennek maga fele hajlik a keze, anyunak, apunak tetszett, oké, rendben, elviszük zenetanárhoz, neki is tetszik. És akkor elkezd ez az egész egyre többről szólni, a szenvedély mellett valahol a hivatásról is, meg egy életpályáról is. Mikor érezted, hogy a zene lesz neked a minden? Mert eddig, így az életkorodból adódóan felvázolva, neked nagyon úgy tűnik, hogy neked egyelőre a zene a minden. Igen, teljesen. Igazából nekem már kicsiként is ez igazából csak játék volt, és persze vonzott, de nem tudtam, hogy most akkor ebből lesz-e bármi, fogok-e tudni előrébb menni, és hogy vagyok-e én annyira jó, hogy ezt hivatásként csináljam. Én még szerintem mai napig nem döntöttem el, hogy ezt így, pedig kvázi ebből élek már, és nem tudom, így nem, még mindig nem érzem azt, hogy akkor ez csak a minden, mert annyi minden más is érdekel. Például? Régen mindig azt mondtam, hogy én tengerbiológus és autószerelő is szeretnék lenni. Jaj, de szép. Ha elromlik a hajó, vagy a búvár felszerelés, akkor megszereled, és akkor irány vissza a cápák közé. Persze, de nyilván azóta idősebb lettem, és realizáltam a helyzetet, de vannak különböző terveim, így kis vállalkozások terén, szeretek nagyon kézműveskedni, festeni, úgyhogy vannak ilyen apró tervek, hogy miket lehetne még ezek mellett csinálni, de most már egy éve abban biztos vagyok, hogy zene nélkül nincsen élet, mert hogyha például van egy intenzívebb nyári időszak, és utána egy kevésbé intenzívebb ősz, hát abban én vele tudok betegedni, és nem feltétlenül tudnám elképzelni úgy az életemet, hogy nincs ez a koncert és az intenzivitás. Most éppen azon gondolkodom, hogy nézem, hogy ilyen ragyogó tekintettel mesélsz a zenéről, meg arról, hogy te még tulajdonképpen nem döntötted el, jót mosolyogtam magamban egyébként, mert szerintem te született művész vagy, és zenész. Én legalábbis úgy érzem. Tehát, hogyha nekem az egyik szenvedélyem például a tévézés, de én imádom a munkámat is, amit más helyeken végzek, és nekem is mindig megvannak ezek a dilemmáim, hogy akkor én ezt tudom el nagyon sokáig csinálni, vagy nem, de mégis mindig oda kanyarodok vissza. És most picit ezt érzem rajtad is egyébként, hogy nem tudom, jól érzem? Teljesen, mindig most is. Nem olyan rég elkezdtem rádiózni, és így próbálgatom, hogy még miket lehet, és nagyon vonz, de semmi nem ad akkora örömet, mint szerintem a zenélés. Akkor maradjunk itt egy picit. Ugye te egy új generációt képviselsz. Jó pár éve állsz már a színpadon, ezt mondtad, de ugye komolyabban csak az elmúlt években. És te már az a generáció vagy talán, aki egy kicsit megkóstolta azt is, hogy milyen az, amikor a szenvedélyünknek gátat szab mondjuk egy Covid, egy koronavírus járvány, amikor nincs koncert, csak itt visszatérve arra a szenvedélyre, amilyen elánnal meséltél itt arról, hogyha van egy enyhébb ősz, már nem tudod, hogy mit kezdj magaddal, mit kezdtél magaddal, mit kezdtetek ti magatokkal akkor, amikor koronavírus járvány volt? Én nagyon élveztem. Az első etap volt, azt nagyon. Én kollégiumban voltam így folyamatosan, és pont abban az időszakban váltak a szüleim, és annyira jó volt otthon lenni, és pont így tavaszodott az egész természet, és
én akkor nagyon rátaláltam a sportra, és minden mást, amit egyébként az, hogy hétköznap ott vagyok Bodajkon, sulizok, és hétvégén meg koncert és próbák vannak, és egyszerűen sosem volt szabad idő, az már is sok volt egy idő után, és ennek nekem nagyon-nagyon-nagyon jót tett, és nagyon élveztem, hogy szabadság van, és én folyamatosan mentem biciklizni, futni, az egész napot ki akartam tölteni így minden mással, és úgy éreztem, hogy a saját fejlődésemet jobban tudom építeni, mert így, miután elkezdtem zenekarozni, így stagnált a fejlődésem. Hogy így volt egy szint, amit így megugrottam annyi idősen, és akkor így két év után még mindig azon a szinten voltam, én nagyon úgy éreztem, meg volt erről is visszacsatolás a szüleim által, és akkor azt éreztem, hogy most jobban tudok nyitni például a saját dalaim felé, és a saját önkifejezésem felé, és hogy jazz dalokat tanultam, amiket én szeretek, és nem azokat a dalokat tanultam meg, amiket meg kellett a próbákra, úgyhogy én nagyon-nagyon élveztem a Covid első részét. Tekinthetjük ezt egy ilyen kivirágzásnak is, ezek szerint, hogy a tavasszal, hogy oké, hogy van ebben egy ilyen paradoxon, hogy a bezártság, igen. A Covid, meg a minden, mégis te akkor kinyíltál. Igen, igen, igen. Nyilván a továbbiakban azért voltak ott, amikor már az ősz és a tél jött, akkor már nehezebb volt, meg minden más is történt, de nekem egyébként maga a Covid és a bezártság az jót tett. Térjünk vissza egy picit erre a több lábon állásra. Kézműveskedsz, rádiózol, meg olyan sok mindent csinálsz, hogy ajjaj. De azért itt az interjú előtt is kiderült, hogy három zenekarban vagy benne. Ugye van az említett Electric Soul, a Walking Mama, és van még egy. Ez saját pedig zenekarom, a Crescendo Selecta. És egyébként van még egy, de de velük, hát igazából ez nem folyamatosan játszunk, de egy Rolling Stones zenekar, akinek az a neve, hogy Milestone, ő velük csak Rolling Stones dalokat játszunk. Akkor nézzük végig, akkor a Milestone előtti zenekarod, ami a sajátod, az mi? Az a saját szerzemények? Igen, a saját dalokat írunk, kvázi én írom már mindig a szövegeket, együtt írjuk a dalokat, és hát pop rock az alap, viszont szeretjük megfűszerezni egy picit jazzzel, R&B-vel, szólal, ami így a mi stílusunk, úgyhogy egy kicsit ilyen rétegebb zene. Az Electric Soul? Az Electric Soul az rock, és hát inkább törekszünk arra, hogy inkább az elfeledett dalokat játsszuk, amiket mondjuk nem szoktak itt Magyarországon játszani ilyen feldolgozás zenekarok. De most már átálltunk arra, hogy picit populárisabb is legyen, úgyhogy velük ilyen rock és pop dalokat. És a Walking Mama? Na, velük pedig bejártunk egy hosszú utat, mert egyébként blues-zal kezdtünk, viszont most már szinte csak pop, és inkább a magyar részét fogjuk meg a történetnek. És akkor, ha valaki rádiózik, és benne van négy zenekarban, amiből az egyik az övé, és még ráadásul az egyikben dalszerző is, és akkor ráadásul még ennyi mindent tervez, meg kisvállalkozást indítana, meg kézműveskedne, meg stb. Ez miért dönt úgy, hogy még mindezek mellett benevez egy országos tehetségkutatóba, egy kereskedelmi televízió tehetségkutatójába, amit kevés hiány majdnem meg is nyer. Második lettél az egyik Kert TV-nek a tehetségkutatójában ezek után. Igen, hát hogyha nagyon vissza akarok menni az időben, én kiskoromban egyébként mindig néztem így az X-faktort, meg mindenféle tehetségkutatót követtünk a szüleimmel, és régebben, ugye, mint említettem, a Cseke Klári vitt is minket. És onnantól kezdve én egyszer voltam az X-faktorba, de nem jutottam be. És én akkor még örültem is neki utána, mert rájöttem, hogy ez mivel jár, és mik a hátulütői ennek, és hogy is működnek az ilyen műsorok, és akkor én teljesen elhatárolódtam tőle, és mondtam, hogy én már pedig soha az életben nem fogok tehetségkutatóba menni, én amúgy sem szeretek egyedül a színpadon állni, mióta a zenekarjaim vannak, azóta rájöttem, hogy én egyedül nem. Valamiért mindig van valami baki, és bármennyire felkészülök, bármennyire próbálkozom, sosem jön az úgy össze, hogy én, hogyha egyedül állok a színpadon, és egy zongorával kísérem magam, vagy
backing trackre énekelek, akkor valamiért mindig van valami hiba. Úgyhogy én nem akartam nagyon sokáig, és de azért mégis bennem volt ez a kicsi én, amikor így néztem a tévét, és ó, majd egyszer én is oda elmegyek, és felfedeznek. Csak aztán ugye felnőttem, és láttam, hogy mivel jár, és tavaly ilyen január környékén jöttek a megkeresések, mert hát ugye szerintem sokan tudják, hogy itt a castingra hívnak embereket, és akkor innen jött az, hogy abban az évben is elkezdtek hívogatni, mert hát már előtte években nagyon-nagyon szerettek volna, hogy az X-faktorba menjek, anyukámat is folyamatosan hívogatták, és akkor így volt egy ilyen kicsit már ilyen keserédesség is a történetben, hogy már annyira nagyon szerettek volna, és kerestek, hogy én már így toltam el magam a történettől, és akkor valami által a fűszerkesztővel volt dolgom, és akkor ő így beavatott a sinnyába, binnyába, hogy ez mit is adhatna, és akkor így elkezdtem gondolkodni, hogy végülis mit is veszítenék ezzel, és akkor itt átfordult az egész, átbillent, és megkérdeztem a zenekarjaimat, a szüleimet, hogy ők mit gondolnak erről, hogy hát most nem az X-faktor lesz, hanem a Voice, és azért az mégiscsak egy nívósabb, főleg külföldön, nívósabb műsor, és akkor innen jött az, meg nem is az, hogy nívósabb, hanem úgy nívósabb, hogy zenekar kíséri. Igen, hogy teljesen más, mint egy X-faktor, más a metódusa, és hogy tényleg az, hogy zenekar kísér. Kapaszkodom egy gondolatba, amit mondtál, hogy mit adhat ez nekem. Nézzük már meg, hogy miket kaptál te az életedben. 21 év volt, van benned színpadi tapasztalat, van már azért bizonyos szintű élettapasztalat is így a zenének köszönhetően. Nézzük meg, hogy mit ad egy falunap, mit ad egy tanítónéni, mit ad egy The Voice, mit ad egy kis színpad, mit ad egy nagy színpad. És az hogyan interpretálódik, hogyan fordítódik le benned mondjuk, mint dalszerző. Ez nagyon érdekes, ez jó. Hát igazából egy tanár, ugye, hogyha kezdetektől nézzük, akkor elkezdi benned építeni azt, hogy hogyan képezzük a hangot. És először még nem fogja fel egy gyerek, hogy ezt így miért csinálja azokat a beéneklő gyakorlatokat, és miért kell ezt folyamatosan mindig ezzel kezdeni. De aztán ugye rájön az ember, hogy ez miért is van. Szóval egy tanár így az alapokat adja meg, és csak rávezet dolgokat. Nyilván nem tudja megmondani konkrétan, hogy te hogy énekelj. Aztán, amikor színpadra kerül az ember, akkor először azt se tudja, hogy mit csináljon, hova nézzen, mit mondjon két dal között. Szóval, hogyha azt így sokszor csinálja az ember, akkor ad egyfajta, hogy is mondjam, nyilván tapasztaltabb lesz, és akkor rájön arra, hogy hogyan lehet önkifejezni egy előadáson, egy koncerten, hogyan tudja eladni magát. Aztán hát például én a kis színpadokat azért szeretem, mert a sokkal családiasabb és sokkal közvetlenebbek az emberek, a közönség, és olyankor olyan én is lazább vagyok, én is sokkal felszabadultabb, és olyan jó szokott lenni ilyenkor a kommunikáció így a színpadról. Úgyhogy ebből például pozitív dolgokat lehet szerezni. Aztán hát egy Voice meg azt tudja adni, hogy főleg az, hogy sokat interjúzunk, az ad egyfajta beszédkészséget. Fejlődni lehet abban, hogy rövid idő alatt hogyan lehet maximalizálni egy adott dalt, hogyan lehet terhelni magad, a terhelés is nagyon fontos olyankor, hogy bírjuk a strapát, és akkor tényleg maga az, hogy koncentrálni egy dologra, mert olyankor tényleg semmi más nem tud csinálni, semmi mással nem tud foglalkozni az ember, csak azzal, mert éjjel-nappal bent van az ember a székházba, és csinálja a különböző feladatokat, amiket kérnek tőle, és maga ez, hogy az elhivatottságot ébreszti talán, és szerintem ezt tudja még adni. És akkor ez,
ez megjelenik a saját bandádnak, a saját csapatodnak a dalaiban? Igen, a dalszerzés. A dalszerzés. Hát ez egy jó kérdés. Nem tudom, hogy, hogy azáltal, hogy a Voice-ba voltam, de, de mióta annak így vége van, sokkal nyitottabb vagyok egyébként mindenfelé is, és nem gondolom túl annyira a dolgokat, és szerintem ebből van egy olyan dalszerzői készség, amit összetudok párosítani, köszönöm. Szóval így, és szerintem igen, az is. Ez az egész csomag ad egy olyan plusz löketet a dalszerzésbe, hogy, hogy nyilván folyamatosan impulzív hatások érnek, és abból lehet táplálkozni, és kiadni magunkból a történetet. Tudod, mi még az érdekes? Ez a sok-sok gondolat mellett, amit így fölvázoltál, az, hogy ugye a laikus ember, aki nincs benne mondjuk a média világába, vagy nem lát bele úgy a stage-be, a backstage-be, mint ahogy te is egy ilyen műsornál, hogy ugye reggel bemegyek, és akkor ott estén nyomjuk, az úgy van vele, hogy aki mondjuk az első három helyezettje lett egy ilyen nagy országos kertévé által indított tehetségkutatónak, az akkor Pest, karrier, lemez, szponzori kocsi, ez, az, amaz, és te mégis itt vagy. Téged mégis utol lehet érni, pedig második lettél, ami hatalmas szó, mert azért nem kismezőny volt, ugye utána olvasgattam, hát több ezer ember volt ott, és te több ezer ember közül lettél a második, tehát hogy itt maradtál? Hát szerintem már nincs az, mint régen, mint amikor a Megasztár, és az egész tehetségkutatózás bejött így a médiába. És szerintem azért, hogyha megnézik az emberek, most már tényleg nincs az, hogy mindenhova hívják az embert, és olyan lemezt, ilyen lemezt írnak neki, és tényleg lesz egy ilyen rajongótábora. Ez már azért is, mert szerintem egyre kevesebben nézik a televíziót, egyre kevesebben, hogy is mondjam. Mások a médiafogyasztás, a tartalomfogyasztási szokások. Igen, teljesen más, és szerintem ezáltal sincs már az a körberajongás, és nincs az, hogy egy ilyen tehetségkutatóban, hogyha második leszel, akkor felkapják a körülötted a... Meg hát gondolom, ne arra, hogy a szabadba vágok, midől sokszor így az elmúlt, csak hogy záporoznának a kérdéseim, ugye. Azért azt minden művész mindig elmondta, vagy minden zenész például, gondolom elmondták a 80-as években is, 90-esben is, 2000-esben is, hogy pici ország, pici piac. Igen. Sok a pingvin, kevés a jég. Gondolom ezt ti is tapasztaljátok azért. Persze, meg hát most én tényleg zenekarokkal szeretnék menni, és hogyha megnézzük, egy ilyen tehetségkutatóba általában mindig szóló karrierként tud kijönni az ember, és a neve köré épül egy zenekar, de hogy nem az van, hogy akkor zenekaros túl mennek. És hát én szeretek csapatba dolgozni, én szeretném, hogyha a saját zenekarom tudna előrébb lépni, ez pedig nem ezen keresztül fog tudni előrébb lépni, előre haladni, hanem azokat a lépcsőket meg kell lépni, mint mindegyik kisebb zenekar, szerintem. Neked mik a hosszú távú terveid a zenével? És megmondom őszintén, nem akarok a szádba adni szavakat, meg gondolatokat, de egyelőre nem tartanám tőled őszintének, hogy nem tudnám elképzelni, hogy erre azt választod, hogy befutni egy nagy zenekarral, és Sziget headlinernek lenni. Jól érzem? Jól érzem? Mondjuk a Sziget az nem olyan. Idézőjelbe természetesen, nyilván egy Sziget nagy színpadnak mindenki örülne. De valahogy úgy képzelem, tudod, miért kapaszkodom ebbe, amit mondtál a családi a színpad miatt, hogy én egy kicsit így ott a szinti gitárod, és akkor te most ott nekiindulsz, a háttérben az elektrik szóval ott van mögötted, és akkor te csak nyomod. Hát... Mi? De tényleg mi? De azért a lelkem mélyén az... Visszavonom, oké. Okay. Főleg engem nagyon inspirál a Blaha Louisiana zenekar. Aha. És én is szeretek megőrülni a színpadon, és én is szeretném azt érezni, hogy minden fesztiválra megyünk a zenekarommal, és megőrülünk, és lázadunk, és nekem az valamiért nagyon vonz, úgyhogy de én nagyon is szeretnék, és fesztiválokra menni, úgyhogy meg hát nyilván most egy Electric Soul-al feldolgozásokat játszunk, az is csodálatos szerintem, de annak is megvan a maga szépsége, de engem jobban vonz az önkifejezés és az önmegvalósítás a saját dalokon keresztül.
Jó, akkor felrakom még egyszer a kérdést, akkor zene állj, tudod? Akkor mi a hosszú távú célod a zenével? Nyilván akkor ez is. Ez főképp, hogy tényleg befusson a kis zenekarom. Hogyha nem is ez, de mindenképp szeretnék majd egy zenekarral befutni. Saját dalokkal. Aztán, hogyha úgy adódik, akkor tanítani szeretnék majd a későbbiekben, mert én nagyon szeretek gyerekekkel is foglalkozni. Úgyhogy nem tudom még milyen formában tanítani, de van ilyen, hogy zeneterápia. Például ezek is nagyon érdekelnek, és így a pszichológia részét így a zene köré fonva így átadni, és segíteni akár gyerekeknek, meg szerintem felnőtteknek is tök jó foglalkozásokat lehet adni zenével. Úgyhogy ilyenek. Legyen ez az árszó. Mindenhez is. Sok sikert kívánok mindenhez. Mindenhez. Akár a nagy színpadhoz is, a kicsihez is, az összes zenekarodhoz és minden tervedhez. És hát nagyon örülök neki, hogy sikerült egy koncert előtt gyorsan összehozni ezt a beszélgetést. Én is nagyon örülök, és köszönöm a meghívást. Mi is nagyon köszönjük, én pedig a nézőknek is nagyon köszönöm a figyelmet, a kávéházi randevút látták, további jó tévézést, viszontlátásra.